Nem ég a lófasz. 20 éves koromig anyám nyakán éltem, azután a parát nem tartott el. És mikor azt kérdezte, miért nem dolgozok semmit, azt feleltem, még senki nem fedezett fel. Hey! Na jó van. Na! Jó. Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Mai kibeszélőbe elhoztuk nektek a nagyon sokadik Alvin lemez. Már nem is számom. Az Alvin adott most egy nyilatkozatot, nem is tudom hol, és azt mondta, hogy a 21. lemez, de szerintem abban már benne vannak az Alvin mániák, meg a punk pop szupersztárok, meg a, tehát a nem klasszikus stúdió lemezek is. Nem számoltam ki, hogy hányadik, de a sokadik Alvin lemez az Akinek itt kell most lennie címűt. Egyébként én tökre szeretem az Alvint, én meg is mutatnám, van ilyenem. Ez a Jézusnak volt-e szakálla, és a Jópofának egy újra kiadott CD-re digitalizált változata. Ez egyébként úgy került hozzám, amikor még úgy vásároltam CD-lemezt, hogy kurva kevés pénzem volt, és minél több dal legyen rajta. Hogy minél hosszabb legyen. És ezen van két lemezni, tehát 25 dal, vagy mennyi, és én 26. úgy 26 dal, igen. És akkor még nem tudtam feltétlenül, hogy én mit vásárolok. Aztán kurvára megszerettem az Alvin, de annyira, hogy nekem egyébként az egyik kedvenc magyar zenekarom az Alvin és a Mókusok. Piszkos kurva gondolító fa. Azaz. Volt a szakálla. Igen, meg a kurva felén, élet, meg a az három Mókus szaladgál, igen. Rímálom, ez nagyon jó. Na de, kanyarodjunk vissza az új lemezre, amiről nekem az jutott eszembe, mikor először végighallgattam, hogy ez az Alvin gyerek, ez nem tud rossz lemezt csinálni. Tehát most már tényleg annyi adik lemez. Uh-huh. És valljuk be azt, hogy már bőven túl van a delelőjén a zenekar. Mert azért 93-ba kezdték, ami barátok között is lassan 30 év. Hát már lassan vacsora idő van. Igen. Nem az, hogy a delelőn túl van. Igen. Lassan vacsorához ül a kis család. És még mindig ott tartunk, hogy még mindig önazonosak tudnak lenni, még mindig kurva jó dalokat tudnak csinálni. És mindig van mondani való. Még mindig van mondani, igen, ezt egyébként mindjárt erre is kitérünk. És még mindig nem unalmas, legalábbis számomra, aztán lehet, hogy valaki már rég megunta. És szerintem az Alvin az egyik olyan szövegíró Magyarországon, aki bármiből ki tudja hozni azt, hogy érdekes legyen. Igen. Bármilyen témából. Igen, igen. És egyébként ezt meg is mutatja ezen a lemezen is, ugyanis én nem tudtam mire vélni ezt a címet, az Akinek itt kell most lennie. Én azt hittem, hogy ez a vírusra fog reflektálni nagyban ez a cím. Meg erre a helyzetre, ami most ki van alakulva itt így a világunkban Magyarországon. És Alvin egyébként elmondta, hogy nála minden lemez egy új korszak, tehát úgy, hogy nincsenek régről hozott ötletek, hanem ami az elmúlt 3 évben megfogalmazódott benne, azok vannak rajta a lemezen. Én meg ami hatással volt rá, meg ami behatások értékű, uh-huh. Ugye az elmúlt 3 évben. És ez is egyébként tök érdekes, hogy az első kb. 10 évben évente jöttek az Alvin lemezek, aztán beálltak a 2 éves Alvin lemezek, azt hiszem 2000-től jött az, hogy 2000, 2002, 2004, 2006, uh-huh. Stb. 14-ig, aztán onnantól már csak 17, aztán 20. Tehát akkor már 3 évre álltunk át. Ez ugye normális szerintem. Szerintem is, nem is kell ütni ezt, hogy minél több legyen. Van arra is példa, itt van is, külföldön is. Igen. Jön is majdnem sokára, mindegy. Igen. Tehát arra próbáltam az előbb még kiukadni, csak kicsit elvesztem, hogy amúgy a címadó, az úgy nálad így átjött, hogy így miről szól?
Vagy már nem is annyira emlékszel rá. Nem mondom őszintén, én az Alvinnal úgy vagyok, hogy sosem kötöttek le hosszú távon. Most nyilvánvaló volt, hogy ez a kedvenc lemez, de erről te fogsz beszélni. Én egyszer áthallgattam, mert egyfelől tudja, miről van szó, másfelől nagyon szeretem az Alvinnak a jellegzetes dallam és szövegvilágát. Aha. Tehát nekem az a fő vonzerő az Alvin és a Mókusokban. De most konkrétan megmondom őszintén, Szabad a gazda. Na, hát a címadó az ugye arról szól, hogy egy haldoklónak a halotti ágyánál vannak. És hogy mindenki itt van, akinek most itt kell lennie. És ugye visszatekint, hogy mennyi mindenem mentek keresztül így életében. És az a durva, hogy egyrészt mikor realizáltam, hogy ez miről szól, onnantól kezdve akárhányszor hallgattam libabőr, végig libabőr. És az, hogy a 21. lemeznél ezt valaki el tudja érni, nálam az már kalapemelés. A másik meg az, hogy az Alvinnak ugye mindig is volt egy ilyen nagyon ironikus, szarkasztikus szöveghasználata, hogy sokszor úgy azt hiszed, hogy nem szól semmiről, és amikor rájössz, hogy miről szól, akkor így a kurva életbe. Igen. És ez most is megvan, viszont most már nem feltétlenül azt a lázadást és azt a bújtatott kurva anyádat éreztem minden dalszövegben, amiket régebben, hanem inkább a rezignált belenyugvást sokszor. Igen. Hogy ezt ő már itt nem fogja megváltani, és hogy az emberek már nem fognak megváltozni, és hogy ez azért már így el van baszódva elég rendesen. Irreverzibilisan. Nagyon, nagyon szépen mondod, igen. És nekem ez egy tök új oldalát mutatta meg az Alvinnak. És tökre örülök, hogy tényleg ennyi eddig lemezre meg tudott újulni, és tudott egy olyat mutatni, amit eddig nem feltétlenül ismertünk belőle, és egyáltalán nem is számítottam rá, hogy ilyen lesz. Megvannak ezen is a klasszikus Alvin dalok, nincs azzal baj, tehát a Turista vagy a Földön például az egy tipikus ilyen dal. De hogy egy csomó olyan van, akár az első dal, az Azért, például az nálam kapásból egy akkora sláger, amit nem, talán az előző lemezen nem is volt ekkora dal. Nem is nagyon emlékszem, hogy lett volna. Hát Szörnyek lemezen Szólj, ha látod magad, talán még azóta nem volt ekkora dal, nem? Hát, nem tudom, várjál. Én biztos, hogy azóta nem kaptam fel a fejem ennyire egy új Alvin dalra se, az biztos. Lehet. De nem, mert utána még volt valamelyiken Hazudni kell, nekem az nagyon-nagyon elkapott. Ez nekem az egyik kedvenc Alvin dalom, a Hazudni kell. Igen. Az mind szövegileg, mind húzásban, mind dallamilag az a dal, az engem nagyon megfogott. De való igaz, hogy például, jó, de a Szörnyek lemezt, azt mind a ketten nagyon-nagyon nagyon szeretjük. Igen. Nekem kb. Az utolsó Alvin, mert ez, amit egészében sokat hallgattam. Azt most egyébként elég sokszor le is pörgettem, és tényleg nagyon-nagyon jó az a lemez. Na mindegy, szóval, hogy tök jó, hogy így el tudott rugaszkodni attól a sémától, ami egy kicsit beállni látszott. És én nekem ez nagyon jó, mert ugye volt a kezdeti Alvin, a full punk Alvin, amikor még nagyon kritikus volt, nagyon egyszerű zeneileg, és nagyon megmondó, és még helyenként még nagyon gusztustalan is, mint például a Romantika, vagy a Csalódott tizenéves kisfiú dala, stb. Aztán a 2000-es évek fordulóján, onnan az élet szagától kezdődően elkezdődött egy ilyen zenei érés, szerintem. Tehát, hogy több lett a dallamgitár benne, kicsit talán stilizáltabb lett a dalszerzés is akár, és talán kicsit felnőttesebb lett az odaszólogatás. Én kicsit így éreztem, és a kb. ilyen a 2010-es évek, ott meg már egy ilyen tényleg felnőtt zenekar, ami tényleg már azt mutatja, hogy már beértünk, már sokkal több felé nyitnak. Ugye a Máriónak a dobolása nekem az volt a kedvencem, bármennyire is szeretem a Figula Gergőt, szerintem a Márió annyival tanultabb, technikásabb dobos volt, hogy amelyik lemezek vele készültek, azon olyan dobolás van, hogy ez meg se közelíti azt, még úgy sem, hogy amúgy nagyon jó. Tehát én például a Máriót nagyon-nagyon hiányolom,
De ez csak a személyes véleményem. És most meg eljutottunk ide, hogy 2020, és lehet, hogy eltelt egy újabb 10 év, és lehet, hogy most ráfordulunk egy ilyen kicsit már visszafogottabb, kicsit lenyugodottabb, de mégis ugyanolyan súlyos témákat feszegető alvéra. És ez meg kurva jó, hogy folyamatosan megy a megújulás. Nekem ez nagyon tetszik. Igen. Amit én is kiemeltem, hogy érdemes megnézni azt, hogy a korai alvér szövegvilágtól hová jutottunk. Ugyanúgy a telelévő fasz és a fölfelé mutatott középső új megvan, csak a megfogalmazás érdekes. Így változott, és hogy mennyi, így kell jól öregedni. Leszarom a szobámat, nem csinálok rendet, és társaimnak mondanám, hogy így kell haladni a korral, és sütni vánca sütőporral, ami a szövegeket illeti. Igen. Tehát, hogy... Igen. Nekem az egyedül például az rohadtul beragadt fülbe. Na, az ahányszor meghallgatom a lemez, az valahogy mindig, hogy egyedül, mert én így szeretem, meg egyedül. Tehát nagyon jó az a dal, és nyilván mikor először megláttam, akkor jött az egyedül. Járom a város. Kimire a szociál, ugye? Na mindegy. Kimire a szociál. De kurva jó, és... mondtad ugye, hogy a karácsonyi dal. Arra ki akartam térni, hogy az nekem nagyon nem. És én nekem megmondom, hogy miért, de... Egyrészt, mert totálisan egyet tudok érteni a mondani valóval, mert én ezt a karácsonyt élem át 30 éve. Vagyis ezt a családi hangulatot élem át 30 éve, hogy kurvára senkinek semmi ünnepi hangulata nincs, de úgy gondolják, hogy ha vettem neked egy kenyérpirítót, akkor azzal le vagyunk tudva egy évig, aztán legyél boldog. És megmondom őszintén, hogy meg ott egy kicsit visszaköszönt a klasszik Alvin. Uh-huh. A klasszik tuskó Alvin. Lehet, hogy nekem pont azért éreztem lemezről kilógónak, hogy pankosan eljátszuk a szólót, a izé... Azaz, tehát hogy... Furán, egy kicsit lemezről kilógónak éreztem, de akkor ezért. Igen, a hátterét. Itt az Alvin expert mellettem ül, tehát tudtam, hogy ő majd megmondja a választ a kérdésemre, amit még nem tettem föl. Nagyon szépen köszönöm. Ezért éreztem egy kicsit kakuktojásnak, de amúgy éltem a lemezt, majdnem minden dalra ment a szívecske a spotin. Ennyi. Mert hogyha fölcsendül, szívesen fogom hallgatni, mint az összes eddigi Alvin dallal lényegében. Ennyi. A zenekar, ami még nem csinált rossz lemezt, és az meg kurva jó. Most se. Meg hát mennyi ikerdallamot hoztak már össze a Sanyival? Uh-huh. Nem tudom egyébként, annyira nem vagyok otthon benne, hogy most az Alvin ír mindent, és akkor a Sanyi majd csak eljátsza, vagy hogy már az írási folyamatban is benne van a Sanyi, hogy ő mennyire tag már. Uh-huh. Úgyhogy ezt, ha valaki tudja, írja már meg. Mondjuk a Sanyi. Mondjuk a Sanyi, igen. De hogy kurva jó, hogy ennyi ikerdallamot használtak. Nekem az nagyon-nagyon tetszett. Meg amúgy is szóló is több van a lemezen, tehát kicsit rockosabb lett a kőpunktól elvonatkoztatva. Úgyhogy nagyon jó, nekem nagyon-nagyon tetszik. De mondom, tehát bármit csinált eddig az Alvin, nekem nagyon tetszett. Úgyhogy én kicsit elfogult vagyok, és lehet, hogy ezért is nem nagyon tudok negatívumot kiemelni. Uh-huh. Vagy csak azért, mert kurva jó a lemez. Ezt mindenki döntse el maga. Én még egyet. Na. Lemezről, amit a dobról szólva, azt mondtad egyébként, hogy nem a figyelőre játszik. Szerintem a lemezen még ő játszik, mert ugye a lemez már kész volt tavasszal is, de a Geri meg csak júniusban vagy mikor lépett. Ja, értem, de szerintem értem, a lemezen értem, még értem, ő van. Értem, a lényeg az, hogy már nincs a Geri az Alvinban. Már nincs, igen. A lényeg. Mindegy, nekem nagyon tetszik a dobnak a dinamikája. Uh-huh. A lemezen. Tehát, hogy nagyon sokszor egészen elhalkul, egészen halk a játék, csomószor csak a dob szól. Aha. Igen. És ez tök fura egyébként. Sőt, én egyes helyeken még egyébként a metálos jelzőt is merném használni. A lemezen, egy-két helyen, bár nem annyira, mint a szörnyes lemeznél. Mario. It's me, Mario! Igen, pont azért. Tehát ott az a dobolás, az adott egy metálos gellert az egésznek. Igen. De itt is vannak jóval keményebb pillanatok azért, amiket akár rock, akár a metál. Persze. Fakba bele lehet pakolni, tehát nem vegy tiszta punk, de hát ez már így is van, és így is van jól. Ennyi.
egy szó mint száz, tök jó az Alvin lemez, még mindig. Egyszerűen, de nem tudnak rosszat csinálni, és ennek én tökre örülök egyszerűen. Sokan mondták egyébként, hogy az előző Rendet a fejekben lemeznél már elindult egy ilyen kis... De egyrészt én azt is jóra tudtam, nem is kellett jóra hallgatni, de engem el az is elkapott így másodszorra, harmadszorra. Ez meg tökre elsőre, úgyhogy szerintem én ennek ellenében mennék, és szerintem kurvára nem megy lefelé az Alvin. Ennyi. Srácok, mondjátok el, hogy mit gondoltok az új Alvin lemezről. Írjátok meg bárhol, ahol szeretnétek, aztán dumcsizzunk. Szercsi, lávcsi, puszcsi. Bocsi. Bicsi, bocsi. Milyen az új szemcsim? Hossi! Szarcsi, basz meg! Mi a vélcsid az vélcsi, új szemcsim? Szia, Ádi! Na jó, adjuk. Írjál, iratkozzál, legyél ott. Szevasztok. Sziasztok.